Erős vár a mi Istenünk, a kaposszekcsői evangélikus gyülekezet nevében szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket a mai ünnepen. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Nagyon szépen köszönjük lelkész asszony bevezető gondolatait. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelettel köszöntöm Önöket dr. Havasi János egész alakos szobrának, emléktáblájának és a róla elnevezett térnek avatásán. Kaposszekcső község önkormányzata, Badáci Csiba Zsuzsanna, Kaposszekcső polgármestere, valamint az alkotás és a mai esemény fő kezdeményezői és fő finanszírozói Parag Gyura vállalkozó és dr. Beréti Zsolt vállalkozó, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, valamint jó magam nevében tisztelettel köszöntjük Önöket. Kérem, engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a Havasi családot, akiknek köszönjük, hogy engedélyezték az ötlet megvalósítását, hogy ma itt lehetünk. Tisztelettel köszöntöm dr. Havasiné Orbán Annát, dr. Havasi János kaposszekcső díszpolgárának özvegyét, dr. Havasi Bertalant, Havasi János fiát, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár urat és kedves családját, Havasi Dániát, Havasi János fiát, dokumentumfilmest, dr. Havasi Dezsőt, kaposszekcső szülöttjét, dr. Havasi János ikertestvérét, Dombóvár díszpolgárát, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét és kedves családját. Tisztelettel köszöntöm Potápi Árpád Jánost, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárát, térségünk országgyűlési képviselőjét, dr. Horváth Kálmánt, Tolna megye főispánját, Pintér Szilárdot, a Kaposventi Terület és Vidékfejlesztési Társulás elnökét, Dombóvár város polgármesterét, dr. Szenyéri Zoltánt, a Dombóvári I. és Gyula gimnázium igazgatóját. Üdvözlöm továbbá Varga Gábor szobrászművész urat, az alkotás készítőjét és mindenkit, aki részt vett az alkotás finanszírozásában, előkészítésében. Tisztelettel köszöntöm továbbá Kaposszekcső képviselőtestületének megjelent tagjait, a jelenlévő környékbeli polgármestereket, hivatali és rendvédelmi előjárókat, intézményvezetőket, Szűcs Eszter evangélikus lelkészasszonyt és minden kedves jelenlévőt, aki megtiszteli jelenlétével mai programunkat. Kedves hölgyeim és uraim! Dr. Havasi János, Herceg Ferenc díjas újságíró, szerkesztő, Kaposszekcső díszpolgára. 1952. július 12-én született Dombóváron. A Janus Pannonius Tudományegyetem állam és jogtudományi karán végzett 1976-ban, majd 76-77-ben a Magyar Újságírók Országos Szövetsége újságíróiskolában végezte tanulmányait. 1977 és 83 között a Dunántúli Napló munkatársaként dolgozott. 83 és 85 között a Siklósi Villányi Alkotótelepek igazgatója, majd a Jelenkor című irodalmi folyóirat olvasószerkesztője. 1987-től ismét a Dunántúli Napló újságírója volt. A Helyzet című hetilap főszerkesztőjeként dolgozott 1989-től 1991-ig. Ezt követően 91 és 92 között a Művelődési és Közoktatási Minisztérium sajtóosztályának vezetője, szóvivője volt. 1992-től 94-ig a Párizsi Magyar Intézet sajtókapcsolatokkal megbízott igazgató helyettesi tisztségét töltötte be. Havasi János 1995-től a Duna Televízióban dolgozott. 96-ig tudósítóként, majd 97 és 98 között ő volt a közönségszolgálati igazgató. A Magyar Televízió Aranyfüst című magazinjának szerkesztőségvezetői feladatait 1999-től 2004-ig látta el. Ezt követően 2010-ig a regionális, kisebbségi és határon túli műsorok főszerkesztője volt.
2010-ben az MTVA közéleti főszerkesztőjévé nevezték ki. Ezután 2012-től a határon túli kapcsolatokért felelős kabinetvezető helyettesként, illetve a Kós Károly kollégium titkáraként tevékenykedett. 2015. októberétől a Párizsi Magyar Intézet igazgatója, a Magyar Nagykövetség kulturális tanácsosa volt, majd 2020. január 1-től a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT rádiós médiaszolgáltatási igazgatója volt. Havasi János hadisírkutatással is foglalkozott, többször járt riport és kutatóúton, többek között a Donnál, a Donyác-medencében, az Urálban, Erdélyben, Lengyelországban. 2013-ban jelent meg Lánykák, az idő eljárt című munkája, amelyet édesanyja elmesélése és levelei, valamint saját helyszíni kutatásai alapján írt. A könyv alapján forgatták a 2018-ban bemutatott Örök tél című történelmi filmdrámát, amely a Magyarországról szovjet lágerekbe hurcolt magyar embereknek állít emléket. Az alkotás több nemzetközi díjat is nyert. További jelentős műve az Izotóp falu, az Áj foréve, az Egyszemélyes táp, illetve a Kele, a Léleklátó. Emellett több riportkönyv szerzője is. Munkáját 2009-ben a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek konvenciója Sándorov Péter díjjal ismerte el. 2010-ben a Magyar Hadisírgondozásért kitüntető címben részesült. 2019-ben Párizs városa nagy érmének ezüst fokozatával tüntették ki. 2020-ban a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét vette át Havasi János, akit 2021-ben Herceg Ferenc díjjal tüntettek ki. Szintén 2021. októberében lett szeretett települése Kaposszegcső díszpolgára. 2023-ban létrejött Kaposszegcsői Települési Értéktár Bizottság egyik alapító tagja. 2024. május 7-én hunyt el, életének 72. évében. Hamvait kívánsága szerint szeretett településén, itt, Kaposszegcsőn helyezték végső nyugalomra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Havasi János tiszteletére hallgassuk meg egy verset Tilman Ildikó előadásába. Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám. Itt e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből, gyönge ága, s remélem, testem is e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha a lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarán komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. Az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én.
Ím, itt a kő. De föntről e kő sem látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk. Mikor, hol, s miképp. De élnek dolgozók itt, költők is büntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem. Világ itt bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, még jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja. S folytott szavunkra, majdan, friss szóval, ők felelnek. Nagy szárnyadat, borítsd ránk, virrasztó éjfelek. Tisztelt megjelentek. Az idei nagy csütörtökön apánk még orvosilag nehezen megmagyarázható módon felment ide a karzatra, hogy utoljára megszólaltassa az orgonát, de az áprilisi kitelepítettek emléknapja alkalmából már engem kért meg, hogy az eseményen tolmácsoljam a szavait. Példaértékű méltósággal viselt betegsége megakadályozta abban, hogy elmondhassa a beszédét, amelyre annyira készült a kórházi ágyán. Abban a felszólalásában a megbékélés fontossága mellett tett volna hitet, a történelmi megrázkódtatások által okozott egyéni és kollektív sérelmek dacára is. A jelenlévők közül sokan ismerték édesapánkat annyira, hogy tudják. Ez a mai alkalom nehezen összeegyeztethető az ő született őszinte szerénységével. Mulattatná a kezdeményezés felvetése is, és szinte hallom a nevetéséből kikerekedő nehezményezését. Ugyan már gyerekek, hagyjuk a személyi kultuszt. De ha most lát minket, azt hiszem végül elfogadja, hogy a közösség ilyen módon kíván emléket állítani neki. Mert ez a korai szoborállítás már nem az ő személyiségéről szól, hanem a szellemi hagyatékáról és annak kaposzegcsői vonatkozásáról, amit Varga Gábor művész úr az általa megformált alak kezében tartott könyvvel szimbolizált. Amint tudják, a világ sok országába eljutott Örök tér című film, melynek egy cenzúrázott változatát például én egy iráni filmszemlén is láthattam. Ennek forgatókönyve a dombóvári származású Köbli Norbert munkája, és ennek képezte irodalmi alapját Havasi János filmnovellája, amelynek címe Nincs benne semmi érdekes. Apánk messze nem ezt tekintette élete főművének, hiszen eredetileg egy nagyrészt édesanyám által végzett családtörténeti kutatást szintetizált, szokásos szellemi tornája részeként egyetlen éjszaka alatt prózává. Mégis ezen írással vált utólag a legkézzelfoghatóbb jelképévé kaposzegcső és édesapánk szoros kötelékének. Mai napig ható, kibeszéletlen történelmi sérelmek és generációkon átívelő traumák állnak a novella történetének gyújtópontjában, melynek cselekménye ellentétben a belőle készült filmalkotással nagyrészt kaposzegcsőn játszódik. Így ér össze az egyéni és a kollektív történelem. A nagyszüleim szenvedés története, melyet titkolniuk kellett a saját gyerekeik előtt is, és kaposzegcső község múlt század 40-es évekbeli történelme. Ahogy apánk fogalmazta, édesanyám és még sok-sok Irén története, vagyis a tisztelt jelenlévők felmenőinek története. Apám kötődése kaposzegcsőhöz nem merül ki egyetlen műben. Mivel megteszik mások, nem sorolom fel én is, hogy mi minden kötötte össze szülőfalujával a születéstől a halálig, és még azon túl is. Mert ez a kapcsolat soha nem szűnt meg, nem szűnik meg létezni. A számítógépében az utolsó szerkesztett dokumentumokként a gyerekkort visszaidéző falusi történeteket találjuk. Hangulatfestéseket, amelyeket minden erejével próbált lejegyzetelni, és kötetbe szerkesztésüket is tervezte, de már csak töredékekként maradnak ránk. Kis barátjának, Botinak és a többi fiatal szegcsőinek ajánlotta ezeket a meséket, akikben talán az egykori önmagát látta.
a falusi kislegényt, aki a Homok utca végén a Micsurin kertnél vagy a keresztnél szánkózik, a templomkertben fára mászik, a Baranya csatornában horgászik, régészkedik a Leányvárnál, aztán önkéntes tűzoltó, atléta, gitáros. A többit meg a kitelepítést, áttelepítést, hadifogságot, Málenki robotot és egyéb szörnyűségeket legfeljebb a tudatalattiában hordozza. Fiai Berci és én ezennel átadjuk őt a művészkéz által alkotott megtestesülésében szeretett falujának, Kaposszekcsőnek. Köszönet önöknek, köszönet a kezdeményezőknek, támogatóknak, művész úrnak, képviselő hölgyeknek és uraknak, és még egyszer Kaposszekcső minden polgárának. A mai napon nemese esemény alkalmával, de kevés közszereplőnek adatik meg az, hogy életpályája után ilyen rövid időn belül ilyen méltó elismerésben részesül, ami most a önkormányzat vezetése, polgármester asszony és a kezdeményező, majd nagy lelkű mecénások és Varga Gábor művész úr alkotásában megnyilvánuló emléket állítottak számára. Az emlékezés keretében én egy nagyon hosszú időszak, de egy rövid mozzanatát szeretném felemlíteni. Ahol most állunk, és ez külön megilletődést ad számomra, édesapám emléktáblája alatt, és így a gyülekezettel szemben talán karácsonyi ünnepek alkalmával álltunk Jánossal, és a jelenlévők közül sokan verset mondani, Gomba Jerzy, Herceg Pikati és többi evangélikus társak, de most mégis ennél a kultnál arról szeretnék emlékezni, hogy gyakorlatilag életünk, főleg 14 éves korunkig itt ebben a 100 méteres körzetben zajlott le. Tehát itt volt a paplak, itt volt az udvar, a konyakert, itt volt a templomkert, és ahogy itt kinéztünk, itt volt szembe az óvoda, a tejcsarnok, a pék, a községháza, bolt, és szembe a posta és az iskola. És gyakorlatilag a két fiatal srácnak az élete itt a templom udvarba, templomkertben zajlott le, és különösen ezt a oldal részt, templomkert részről szeretnék most beszélni, hiszen itt voltunk, innen láttuk azt a teret, ami a mai naptól a dr. Havasi János nevét viseli. Innen a hársfák alatt kialakított kis focipálya, vagy a hársfák voltak a kapufák, és a két kapus rúg egymásnak című sport esemény zajlott le minden nap jóformán, esetleg később már tollas labdával, meg mással kiegészítve. Láttuk, ahogy zajlik az élet Kaposszekcsőn, ahogy a vasúttól jövők Komlóról, Dombováról ingázók hazatérnek, vagy munkába mennek. Láttuk, ahogy az asszonyok hónuk alatt a szakajtóval mennek a pékhez a kenyeret kisütni. Láttuk a működő tejcsarnokot még, ahogy vitték a teljes kannákat. Hallottuk az óvoda zsivaját szembe, és ez volt a mi kis életünk. És ahogy nyilván ez a kör jelentősen bővült, mind az ő, mind az én számomra, főleg az, hogy az élet és a jó sors máshova, más településre szólított, de most ez ünnepség kapcsán, és az, hogy ez a szobor János itt ül, és az a perspektíva, amiben ő látja most, és a lelkje beköltözvén a szoborban, ezt a területet látja, életünknek ezt a szakaszát, abból a szögből, amit mi most egy 180 fokos szögből látunk egész gyerekkorunkban. Ő most figyel bennünket, és onnan követ, és a örökké valóság számára reméljük, hogy,
hogy emlékezni fog erre a szép időszakra, ami nagyon nehéz papgyerekként, főleg nehéz időszakban voltunk gyerekek, gondtalan gyerekkorunk volt, hála szüleinknek és annak a közösségnek, amiben éltünk, tanárainknak és az egyházközségnek, de most mégis ígéretet teszek, hogy ha lehet, akkor sokat fogok mellette ülni azon a padon és visszanézni erre az időszakra és erre a helyszínre. Köszönöm. Mivel az oszlop mögött kaptam helyet, hogy az esemény 80%-át nem látom, de hallom. És a hangokat hallva Dezsőt és Dánielt, Jánosnak az alakja jelent meg előttem, hiszen a hangja, kettejük hangja között van valahol. És így is János újra itt van velünk, és velünk együtt ünnepel, velünk együtt ünnepli azt, hogy Kaposszekcső népe, lakossága, a környező települések lakói és a távolabbról érkező vendégek együtt vannak, velünk vannak, és bár az ő alakja, az ő személyisége az, ami összeszólított bennünket, de igazából ez is egy alkalmat, egy teret nyújtott arra, hogy emlékezzünk, és ezt a közösséget tovább vigyük, tovább fejlesszük, tovább erősítsük. Nem az a szenvedés, ha megütnek, vagy ha éhezem, hanem az, hogy nem láthatom azt, akit a legjobban szeretek, vagy akiért felelősséget érzek. Tisztelt Havasi család, nagy tiszteletű lelkészasszony, polgármesterasszony, meghívott vendégek, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kaposszekcsőiek! A fenti idézet Gera Máriától származik, Marinától származik, ahogy az örök télben, a 2017-ben elkészült magyar történelmi filmdrámából megismerhettük, Irén mondataként hangzott el. A forgatókönyv Havasi János, Lánykák, az idő eljárt című könyve alapján készült, mint ahogy azt ma már többször hallhattuk, amelyet a szerző édesanyja Irén elmondása és levelei, valamint saját helyszíni kutatásai alapján írt. A Duna Televízióban 2018. február 25-én a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján mutatták be az alkotást. A számos nemzetközi díjat nyert film a II. Világháború végén Magyarországot megszálló szovjetek által Málenki robotra, a mai Ukrajna területén lévő lágerekbe kollektív büntetésként elhurcolt több százezer hazatérésük után némaságra ítélt magyar és magyarországi német áldozatoknak állít emléket. Havasi János életét és mindannyiunk számára például szolgáló sikeres munkája után tett műveit az igazságtalan vádak alapján elhurcolt magyarokért érzett felelősséget láthatjuk ebben, és minden honfitársunkért idehaza és a Kárpát-medencében egyaránt, akik megszenvedték a háborút, és megszenvedték a háború utáni békét. 1944-45 telén az ostromlott Budapesten járt egy mondás. Élvezte a háborút, mert a béke sokkal nehezebb lesz. Mi magyarok, itt élő, magyarokkal együtt élő nemzetiségek, ezt kaptuk 1944-45 után. János is szívügyének tekintette a hazai nemzetiségek sorsát, a határon túli magyarok felkarolását, támogatását, munkája során mindig is középpontba helyezte őket. Számos szerepvállalása mellett vezetőségi tagja volt a Kóskároly kollégiumnak és a későbbi Kóskároly testületnek, amely az egységes nemzetben való gondolkodás jegyében jött létre, és ezt erősítette a közmédiában, egyáltalán az újságírók között. Sokszor üdvözölhettük egymást
a külhoni magyarságnak szóló eseményeken, a Nemzetpolitikai Államtitkárság által szervezett média rendezvényeken, vagy éppen az általunk is támogatott újságíró találkozókon. Jól ismert mindenkit, nagyon közkedvelt ember volt, a társaság lelke. Végtelenül szerény, becsületes és jó ember, akit mindenki tisztelt és szeretett. Számomra is nagy öröm volt, amikor 2020-ban a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét, 2022-ben pedig a Herczeg Ferenc irodalmi díjat vehette át, hiszen emberi mi volta, gazdag életpályája, példamutató szerepvállalása sokak számára iránytűként szolgált és szolgál ma is. Tisztelt emlékezők, dr. Havasi János iránt érzett megbecsülésünket és tiszteletünket a mai szobor és emléktábla és a téravató is jól jelképezi. Hogy az egységes magyar nemzet úgy a helyi közösség számára is fontos igazodási pontot jelent szellemi öröksége. Ezt igazolja az is, hogy civil kezdeményezésre készült el az őt ábrázoló szobor. Havasi János a baranyai alkotótelepek egykori igazgatójaként tanúbizonyságot tett a művészet iránti elkötelezettségéről, szülőhelyének és környezetének szeretetéről, a helyi közösséget formáló személyiségéről. Ezt hivatott megőrizni az utókor számára Varga Gábor művész úr kifejező alkotása. A dr. Beréti Zsoltól és Parrag Gyulától indult kezdeményezés egyúttal jól példázza a Tolna vármegyében élők közös múltjában felfedezhető sorsközösséget, Havasi János írásaiban és az elünk tárt együvé tartozás élményét, hogy mind a múltunk, mind a jelenünk és a jövőnk is közös. Életútjával és munkásságával mindvégig az egységes magyar nemzetért dolgozott. Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim! Mindannyian őrizzük meg emlékezetünkben Jánost, azt az embert, akinek mindig volt egy kedves szava, egy jó gondolata, szerény mosolya, akire öröm volt figyelni egy beszélgetésben, aki kiállt a magyarságért, az igaz szóért, azért az országhatárokon átívelő egységes nemzetért, amely egyszerre jelenti valamennyiünk jelenét és jövőjét. Feladatul hagyta ránk ennek az útnak a folytatását. Érezzünk felelősséget érte. Köszönöm a meghívásukat, köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm a figyelmüket. Tisztelt Havasi család, tisztelt államtitkár úr, tisztelt főispán úr, hölgyeim és uraim! Olyan szívesen elmondtam volna azt, hogy a Lánkák az idő eljárt, és Köbli Norbertnek a kiváló forgatókönyve, aki ugye szintén Dombóvár díszpolgára, ahogyan elnök úr is. És olyan szívesen elmondtam volna, hogy hányszor láttam az Örök tél című filmet, de ebben megelőztek. És abban biztosan van valami sorsszerű, hogy mégiscsak úgy alakul ez a történet, Dani, hogy talán ez az a mű, amiről mégis mindenki megemlékezik, vagy ez az a fájdalom, amire mindenki emlékezni akar, vagy emlékezni tud. Államtitkár úr mondta azt, hogy mennyire valami közösség, egy érzelmi közösséget jelent. Az, hogy amikor olvastam azért ezt a forgatókönyvet és a róla szóló leírást, és írják, hogy a Tolna megyei Szekcsőn játszódik, és eszembe jutott, hogy ez a Tolna megyei Szekcső az kihúzható. Hogy ez lehet Csikóstöttös, vagy Bonyhár, vagy Hidas, vagy Cikó. Ugyanis ezeket a sváb embereket, magyarországi sváb embereket, őket elhurcolták, több százezernyi embert hurcoltak el, köztük az én nagymamámat, és köztük az én nagyapámat is. Ez egy rettenetes világ volt, amiről utána nem beszélhettek, de nekem személyes élményem, ugye a nagymama és a nagypapa túlélte, többek között ennek is köszönhető az, hogy én most beszédet tudok mondani. De személyes élményem az, hogy amikor én kisgyerek voltam, már lehet, hogy nagyobb óvodás, de kisebb iskolás mindenképpen, akkor mivel a szüleim dolgoztak, ezért rám a nagymamám vigyázott,
És bár nem beszélhettek erről a történettől, nyilvánvalóan, amikor ketten voltunk nagymamámmal, akkor ezeket elmesélte, és én ezt akkoriban még nem hittem el. Az én fülemben most is ott cseng, hogy buharajka láger, meg répaleves, meg a kása, meg hogy mínusz 40 fok alatt nem kellett dolgozni. És amikor nagyapámnak mondták, hogy egy kicsit vegyen vissza a stílusából, mert nagyon csúnyán beszélt ott a lágerbe a szovjetekkel, mondták, hogy Vili, innen téged el fognak vinni, és akkor ő megkérdezte, hogy innen és hova. És Alekszandr Szolzsenyicin, aki szintén élvezte a gulágnak a vendégszeretetét évekig, ő mondta azt, hogy ha az embert mindenétől megfosztod, akkor az az ember újra szabad, nincs többi hatalmat fölötte. Valami ilyesmit érezhettek ezek az emberek. Nagyon sok százezer ember kint volt a lágerben, nagyon sokan meghaltak, és szerencsére nagyon sokan hazatértek, és nagyon örülök annak, hogy egyrészt kutathatóvá váltak 1990 után az iratok, én személyesen a nagyszüleimnek a szabadulási papírjait interneten megtaláltam, de a legfontosabb talán mégis az, hogy ennyi tagadás és ennyi nem lét után volt valaki, aki megírta ezt a művet, és ezzel a művel örök mementót állított azoknak a sváboknak, akiket elhurcoltak jogtalanul, egyéni és kollektív felelősséggel vádolva őket, és azt gondolom, hogy ez az az igazi igazságtétel, amit ők megérdemelnek, és köszönöm szépen Havasi Jánosnak, hogy ezt a művet megírta. Köszönöm a lehetőséget. Mi a mai nagyapák, nagymamák úgy gondoljuk, hogy aki nem ismeri családja múltját, az elveszett, gyökértelen ember, és csak úgy tengleng a világban, mint a száraz kóró, amit a pusztán sodor a szél. Nagyra becsült Havasi család, hölgyek és urak, fiatalok és idősebbek, államtitkár úr, polgármester asszony, elnök úr, tisztelt emlékezők, kedves hölgyeim és uraim! Engedjék meg, bár megfogadtam, hogy személyes dolgokról nem beszélek, de elengedhetetlen, hogy ezt megtegyem. Napra pontosan egy évvel ezelőtt találkoztam egy Tolna vármegyei jogász rendezvényen dr. Havasi Dezsővel, és akkor, mint jogászok, elbeszélgettünk. Én nagyon örültem annak, hogy a mi földünk, aki Kaposszegcsőről származik, Dombováron járt iskolába, majd a Pécsi Tudományegyetemen. Hát mondhatjuk nyugodtan azt, hogy egy olyan tisztségbe jutott, ami talán soha az életben nem volt még ilyen, az Országos Ügyvédi Kamara elnöke lett, vagy lehet, hogy vannak kivételek, de bólogat Dezső, hogy nincsenek. Én is 10 évvel ezelőttig ügyvéd voltam, tehát nagyon-nagyon örültem annak, hogy végre akadt egy ilyen jeles személyiség a mi földünkről. Aztán néhány nappal ezelőtt kaptam elnök úrtól egy felkérést, és legnagyobb megdöbbenésemre, úgyhogy egyébként mi még azóta már többször találkoztunk, kiderült, hogy ő neki volt egy, vagy akkor még van, volt, most már sajnos volt, van egy ikertestvére, dr. Havasi János. És többször előfordul a főispán életében azt, hogy beszédet kell mondania, elővesszük az internetet, elkezdünk nézelődni, és akkor jöttem rá, hogy ez itt kevés lesz. Kevés lesz azért is, mert valószínűleg nem én fogok először beszélni, tehát azt, amit itt a előttem szóló elmondott Vizin Balázs, azokat itt már én nem fogom tudni elmondani, és akkor ki kellett találni azt, hogy most itt mit lehet mondani egy ilyen jeles esemény alkalmából. És elmondhattam volna azt, hogy azon gondolkodom, elmondhatnám azt, amiről még nem volt szó, hogy az Universitásnak a szerkesztője volt, ő akkor volt a szerkesztő, amikor én egyetemre jártam, bizonyára kezdő egyetemistaként ezeket a lapokat akkor elolvastuk, hiszen mindent elolvasott az ember, ami újdonság volt. Mondhatnám azt is, hogy az összes irodalmi alkotást, amit ő írt, elolvastam, láttam azokat a filmeket, illetve tévés alkotásokat, ami az ő közleműködésével jött létre, de szerintem aki itt van, ezt mindenki látta. Bár újdonságot már nem fogok mondani, mert eljutottunk a lényeghez. Számomra, mint hát most már eléggé megkopott humán műveltséggel rendelkező jogász,
mégiscsak a Lánykák az idő eljárt című regény volt ez a legérdekesebb, amit el lehetett gyorsan olvasni, és megmondom őszintén, lehet, hogy ez így most furán hangzik, de a film sokkal nagyobb hatással volt rám, végig nem tudtam a regényt elolvasni. Nagyon röviden összefoglalva, én azt gondolom, és ez már elhangzott, hogy ez a mű egy igazi hiánypótló mű. Beszéltek itt az előző szólók arról, hogy ilyen-olyan okból nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk azért, mert megfenyegették, vagy pszichológiai okokból nem akartak visszaemlékezni, és ha beszélünk, akkor visszaemlékezünk. De minden esetre ez egy olyan mű, ami én azt gondolom, hogy hiánypótló. A mai magyar, akár történészi irodalomban, akár a szép irodalomban nem igazán találunk hozzáfoghatót. Bízunk benne, hogy ez csak a kezdet, hiszen az esemény, illetve a történés még kutatható. Viszont nagyon fontos dolog az, hogy a 45-45-45-ös időszakban a mi földünkről is, de egész Kárpát-medencéből elhurcolt elsősorban németajkú lakosságnak ez a regény, illetve ez az életmű, családregény emléket állít, hiszen egyes becslések szerint 700, mások szerint 900 ezer embert hurcoltak el, akikből nagyon sajnos az embertelen megpróbáltatások miatt 300 ezeren nem jöhettek vissza. A regény emléket állít elsősorban, én azt gondolom, hogy Frank Irénnek, a havasi ikrek édesanyjának, rajta keresztül a kaposszekcsőieknek, a dél-dunántúliaknak, és mint említettem, egész Magyarországról ártatlanul elhurcolt embereknek. És még egy gondolatot engedjenek meg, azon túlmenően, hogy megköszönjem majd az ötletet. Pál apostol szavaival én azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk dr. Havasi Jánosról, hogy az utat végigjárta, a harcot megharcolta, és a hitet megtartotta. Köszönöm szépen, megtartotta. Tisztelt jelenlévők, tisztelt Havasi család, államtitkár úr, főispán úr, kedves megjelentek! Benjamin László kép- és szoborversében emlékezik József Attiláról a következő sorokkal. Mert láttam még, nem úgy akartam Szárszónaparkban. Nagy ünneplés volt, nagy csoport volt, ő már szobor volt. A mai napon Szekcsőn is egy szobor átadását ünnepeljük. Havasi János szobrát, amiért Kaposszekcső végtelen és örök hálával tartozik ezentúl Parrak Gyulának és dr. Berépi Zsoltnak, és az összes többi támogatónak, illetve a mű alkotójának, Varga Gábornak. Hihetetlen volt az összefogás. Először számunkra is meglepetés volt ez a kezdeményezés, nekünk eszünkbe se jutott volna, ugye anyagi forrás miatt, ugye ez egy elérhetetlen cél is lett volna számunkra. De az, hogy ők ezt önzetlenül felajánlották, és az a szeretetteljes fogadtatás, ahogy ezt fogadták, ezt a művet itt, és a szobor felállítása alatt is ahányan megnézték, és örültek a dolognak, ez valójában nem emléket állít Jánosnak, hanem tovább élteti őt köztünk. Megerősít bennünket abban, hogy nem hagyott itt bennünket, hanem itt van, jelen van. Ez a mi fiatalainknak, fiataloknak nagyon fontos. Amit az előttem szólók elmondtak, hogy Kaposszekcsőről is lehet magas pozícióba kerülni, mint ahogy Dezső is, János is, és attól még lehet lokálpatriótának maradni. Ez nagyon fontos nekünk és az eljövendő generációknak. Ezt testesíti meg Kaposszekcsőnek ezentúl ez a szobor. És az, amit mondtam, hogy János ezentúl itt jelen van. Mert ha nem is volt mindig itt, valamilyen módon mindig jelen volt. Díszpolgárra avatásának a beszédéből kívánok idézni, hiszen annál jobban semmi nem fogalmazza meg őt és Kaposszekcső kapcsolatát.
Egy gyermek általában nem választja meg születési helyét, vagy ha igen, az már teológiai kategória. Így hát én sem kaposszekcsőn születtem, bár szerettem volna. Hanem az akkori egészségügyi rendelkezések szerint édesanyámat a dombovári szülőotthonba szállították be velem. Pontosabban Dezső bátyámmal. Mert 1952-ben még híre hamva sem volt az ultrahangnak, így az ikerszülés mindenkinek teljes meglepetést okozott. Rám szabható kelengyéért is a falurendőrt kellett mozgósítani, aki a következő szavakkal adta át a telefonüzenetet. A plébános úrnak ikrei születtek, tessék még egy ruhát bevinni Dombovárra. Aztán hazakerültem Szekcsőre. És itt maradtam kerek 18 esztendeig. Ha lett volna egyetem a faluban, még talán tovább is, de sajnos nem volt. Lélekben azonban sosem szakadtam el ettől, a Baranya, Tolna és Somogy határán billegő szépfekvésű kis falutól, ahol a történelem viharai ellenére oly békességben éltek és élnek együtt a török dúlást átvészelt őslakosok, 18. századi német telepesek és a háború után áttelepített felvidéki magyarok. Mindegyikük hozzátette a maguk kultúráját, tehetséget a falu felvirágoztatásához. Mára mennyire az éppen aktuális politikai rendszer ezt megengedte, de ez már egy másik történet. Szüleim, nagyszüleim életük utolsó szakaszában már nem mozdultak ki a Kaposfolyó, a Baranya, Sarád és Hábi patak medencéjéből, és itt nyugszanak a két szomszédos falu temetőjében. Ami engem illet, ha tanulmányaim, munkáim elszólítottak is a szülőfalomból, azt a békés, toleráns szellemet, amit Löbl Ádi bácsitól, Nagy Béla bácsitól, Bagoly bácsitól, Hercegfi Kati nénitől és annyi mástól kaptam, útravalóul sosem felejtettem el. És valóban, János nem felejtett el. Semmit és senkit nem felejtett el. Bárhol lehetett a világban, szíve mindig ide húzta haza. Édesanyja Irénke néni, aki a takarékszövetkezetben dolgozott, viccesen szokta mondani, hogy Jánosnak Kaposszekcső útba esik jövet menet. És ezt a szlogent Irénke néni halála után sem szüntette meg János, amikor tehette jött. Interjúzott, baráti beszélgetéseket folytatott, ha tudott, részt vett a település rendezvényein, hol könyvbemutatót, hol kutatói beszámolót tartott, hol beszédet mondott, vagy érdekes előadással kápráztatott el bennünket. De volt, hogy katonasírok tekintetében segített nekünk, de emellett vidámságát és orkolt zenei tehetségét is megmutatta a mi kis közösségünknek. Ahogy mondtam, jelen volt. És Kaposszekcső szerette, hogy itt van, hogy jelen van. Pár éve itt, ezen a fellépőn állt, és hegedült a Passión. Máskor közösen ette velünk a babgulyást, de tavaly pont szüretkor, egy évvel ezelőtt még, a tornacsarnokban biliárdozott a gyerekekkel, köztük Botival, akit Dani is említett. És mindig úgy volt jelen, ahogy írta, békés, toleráns szellemben, amit innét örökölt. Utolsó alkalommal, amikor Kaposszekcsőn járt, már nagy betegen, és Dani említette is, hogy felment még az orgonát megszólítani, Danival ott hátul ült le. Örültünk, hogy velünk ünnepelhette a húsvéti várakozást. Amikor már nem engedték el orvosai, akkor Dani tolmácsolta szavait. De akkor is jelen volt. És most is itt van. Most is jelen van. De nem csak emlékeimben, mindenben. Hiszen a településünk értéktár bizottságának tagjaként igyekezett felkutatni Szekcső értékeit. Nagyon szorgalmazta a már említett régi tejcsarnok felújítását, ahol most az emléktáblája fog állni. Ötletgazdája volt a kitelepítési emlékpadnak, amit a jelenlévő Panyik Imre és Molnár Imre felvidéki barátainkkal közösen álmodtak meg.
de még itt ebben a pulpitusban, szószékben is jelen van. Ez abból a diófából készült, amit az ikrek édesapja fiai születésének évében ültetett. És amit ki kellett vágni akkor, amikor épült a diakóniai otthon, aminek múlt héten ünnepeltük 20 éves fennállását. Ezen túl pedig a szobornak köszönhetően még jobban ezen túl is jelen lesz. Jelen lesz velünk, és ahogy mondtam, utódainkkal. A falu közepén, vagy ahogy ő mondta, a világ közepén, a világ közepének a közepén. Pont ma egy éve, 2023. szeptember 15-én volt az utolsó olyan osztálytalálkozó szeretett kaposszekcsői volt osztálytársaival, ahol még itt lehetett. Köztük volt Kati néni, édesapám, Erzsi néni, és sokan mások. Ezen alkalmakkor, amikor találkoztak, emlékkönyvet vezettek. Kati néni jó voltából a minap betekintettem ebbe az emlékkönyvbe, és most én is úgy vagyok, mint ahogy 2002. augusztus 10-én abba az emlékkönyvbe János írta. Semmi új nem jut az eszembe azon túl, hogy Szekcső a világ közepe. János, a világ egész közepe köszöni, hogy voltál, és hogy azóta is jelen vagy, és leszel a közepén. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt államtitkár úr, helyettes államtitkár úr, főispán úr, kedves megjelent családtagok, tisztelt emlékező közösség! Mélyen megtisztelő számomra, hogy a megjelent neves közéleti személyiségekkel együtt méltathatom Havasi János, a Dombovári Gimnázium egykori diákja személyiségét és életművét. Az első találkozásom vele még nem volt közvetlen. Csak a nevét olvashattam a Dombovári Gimnázium diákjaként az 1980-as évek végén. Pontosabban a Havasi testvérek nevét a tornatermünk melletti folyósón, ahol akkoriban megörökítették neves testnevelőink az intézmény atlétikai csúcsait versenyszámonként. A Havasi János és a Havasi Dezső névbizony többször is előfordult, olyan óriási rekordokkal, amely nekem a pufók ebben a sportágban teljesen tehetségtelen diáknak mesebeli módon elérhetetleneknek tűntek. Személyes találkozóim már a 2010-es évek elejére estek. Minden érdekelte, amely egykori iskolájával volt kapcsolatos. A nehézségeink, az épület állapota, a tanítás módszertani nehézségei. Meghallgatott, vigasztalt, tanácsot adott. Nem kioktató modorban, inkább atyai jó indulattal. Feltűnt az idősödő vonások mögötti végtelen dinamizmusa, életkedve. Választékos, már-már irodalmi stílusa, olyan volt, mint egy művészet kedvelő és pártfogoló arisztokrata az 1930-as években. A Havasi életművel való további találkozásom nem személyes, de annál inkább meghatározóbb jelentőségű, és bár tudom, hogy nem illik a későbbi szónoknak a korábbiakra visszautalni, mégis beszélek arról a filmről, amelyről itt többet beszéltek, és sokan beszéltek, mert rám is óriási hatást gyakorolt. Igen, az Örök tér című film eredeti forgatókönyvéről van szó, pontosabban a forgatókönyvnek utat adó alkotásról. Én csak elképzelni tudom, hogy János bácsi számára milyen volt a szembenézés ezzel a szörnyű múlttal és az eltitkolt borzalmakkal. Az 1990-es évek végén doktori értekezésem kutatói munkájához kapcsolódva interjúkat készítettem a vészkorszakot túlélő idős német bácsikkal és nénikkel. Alig találtam személyt, aki képes volt szavakba önteni az átélt szenvedést. Inkább csak elcsukló hangfoszlányokat, megrázóan síró időseket láttam és hallottam, akik kevés érdemi információval tudtak szolgálni. Ezért tisztelem a lelki erőt, a bátorságot, hogy szembenézve a múlttal valami nagyon egyedit, mégis hatalmasat alkotott. Előkészített egy nagyszerű film megvalósulását,
méltó módon, nem érzergősen, mégis óriási drámaisággal állít emléket az elhurcolt és a megtiport szerencsétlen honfitársainak, akik a szovjet földi pokolban szenvedtek hosszú éveken keresztül, és jelentős részük, ahogy elhangzott, soha nem tért haza szülőföldjére. Amit én olvastam, én hallottam, körülbelül 50-60 ezer ember volt a Málenki robotos áldozatok száma, és 80-90%-uk sváb származású, de egyáltalán nem ez volt a szempont. Egyáltalán nem ez volt a szempont, hanem az, hogy a Szovjetunió minden áron munkaerőt akart szerezni. Becsülöm azokat, az akkori hivatalnokokat, néhányan voltak közöttük, akik szót mertek emelni az embertelenség és az igazságtalanság ellen. Számomra, mint a filmek végtelen szerelmesének, mint történelem tanárnak, az Örök tél a legnagyszerűbb magyar alkotások közé tartozik. Meggyőződésem, hogy azért, mert minden átlag ember számára átélhető a tragikuma, és a kimagasló színészi alakítások miatt pedig én, a Lilion fia tizedes meg a többiek és a szín magasságába teszem, és bízom benne, hogy az utókor is így fogja értékelni. A legutolsó számomra személyes találkozásunk 2021. októberében volt a Dombóvári Földi István könyvtárban. A házigazdák felkérése alapján beszélgethettem János bácsival Párizs kirándulásaim a diplomáciába című könyvéről. Ez a könyv bemutató számomra azért volt felejthetetlen, mert egy hetem se volt arra, hogy tisztességesen felkészüljek. De igyekeztem a rövid idő alatt végigolvasni, hogy ne olyan bot csinálta, hanem valamennyire autentikus riporter legyek. Kár volt a feladattól megijedni. János bátyám lenyűgöző mesélő volt, árad belőle a szó, inkább csak apró kérdésekkel kellett orientálni a kedves vendéget. A kötet és a személyes találkozás is meggyőzött arról, hogy a fény és a divat városában is megőrizte józan távolságtartását, erkölcsi mértékét, igazi magyarságát. Dicsérte azt, ami az ottani kulturális életben példamutató lehet a számunkra, de őszintén megvallotta a fenntartásait is. A memoár alapján nem volt autoriter főnök, mégis kivívta a rábízott magyar munkatársak és a kinti diplomáciai élet külföldi szereplőinek tiszteletét és megbecsülését. A legkedvesebb mondata az interjúban számomra az volt, amikor hangsúlyozta, milyen sokat köszönhet a középiskolai idegen nyelvoktatásnak. A Dombóvári gimnáziumban tanult meg franciául, és ez a nagyon fontos kultúrnyelv egész életét meghatározta, és végső soron a nyelvtudásának köszönhette párizsi hivatalos megbízatásait is. Akkor és ott megegyeztünk, hogy hozzánk is hamarosan érkezik majd egy kis előadást tartani. Felgyorsult teendőink ismét kölcsönösen elsodortak minket egymástól, és nagyon megrendültem, amikor először hallottam hír súlyos betegségéről, és még nehezebb elfogadni, hogy a tetterős szikár dinamikus egyénisége nincs többé. Csak azt tudom ígérni, hogy töretlen akarattal azon dolgozunk egykori gimnáziumában, hogy hozzá hasonló, művelt, pallérozott elméjű, idegen nyelveket beszélő és hazaszerető fiatalokat bocsásson ki a Dombóvári gimnázium. Az eltelt 111 éves múlt kötelez bennünket, és bízom benne, hogy a következő 111 év is majd bocsát ki bőven Buzánszky Jenőket, Pataki Ferenceket és Havasi Jánosokat. És a jövő dombóvári díszpolgárai a dicső múlthoz hasonlóan döntő többségben a mi iskolánk egykori tanítványai és tanárai sorából kerülnek majd ki. Adi Endre közismert versének kezdő soraival köszönök el, amelyek olvashatók Ivanics Miklós zongoraművész emléktermében, és számomra jól példázzák János bácsi életpályáját. Föl-föl dobott kő, földedre hullva, kicsi országom, újra meg újra, hazajön a fiam.
áldja meg a mindenható Isten dr. Havasi János emlékét a szívekben, a miénkben és az utánunk következő nemzedékekében is. Áldja meg az Úr mindazokat, akik rápillantanak a szoborra és az emléktáblára, vagy elidőznek mellette, azokat, akik itt járnak, kelnek a róla elnevezett téren. Legyen áldás a szobor és általa Havasi János életének üzenetén köztünk és az utánunk jövők között. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében. Ámen. Művész urat ért a megtiszteltetés, hogy elkészíteti dr. Havasi János szobrát. Mikor érkezett ez a felkérés, és milyen érzésekkel töltött el, hogy ezt ön elkészítheti? Hát ez körülbelül június elején beszélgettünk erről. Hát nyilván ennek az éllovasa a Parag Gyuszi volt, aki már régebb volt a kapcsolatban volt a családdal, illetve az elnök úr az ügyvédi kamera elnökével, a testvérével. És hát először úgy volt, hogy augusztus végére lett volna, vagy illetve augusztus közepe táján lett volna először az avatás, és akkor hát meglehetősen kevés volt rá az idő, ez azt jelenti, hogy éjjel-nappal. Szerencsére jó idő volt, mert ugye ez pirogránitból van, és akkor ugye itt az van, hogy meg ki kell száradni, égetni, blablabla. Tehát ez a folyamatnak ennek mindenféleképpen tökéletesen le kellett zajlani, de így egy kicsikét, hogy mondjam, levegőt vettem, nyugodtabban tudtam dolgozni, hogy megtudtam azt, hogy most van az adás, vagy az átadás. És hát aztán közben hát gyönyörű élmények voltak, és nagy ajándék, találkoztam a család tagjaival, a szponzorokkal, a megyei elnök úrral, aki a kamarának, a vállalkozói kamarának az elnöke. Volt egy meghitt beszélgetés, és akkor a makettet bemutattam, és akkor utána volt a start igazából. És akkor a Panni néni, a Dani, aztán a Bertalanék is eljöttek, és akkor csináltunk egy kis házi avatót, ami ez úgy zajlott le, hogy csak igazából a feleségemmel voltam, és ők jöttek, és akkor hagytuk, hogy találkozzanak egymással. Tehát az egy nagyon meghitt, nagyon kellemes találkozó volt. Úgyhogy ez nagy ajándék volt nekem, ez a munka. Nem csak munka volt, hanem tényleg egy ilyen embernek a közelébe kerülni, illetve hát úgy csinálni egy szobrot, hogy tényleg lelke legyen, ne csak egy tárgy. De elsősorban meglepődtünk, és az időzítésen is, és a gesztuson is, egész korainak tartottuk, de itt a személyes szempontokat ugye félre kellett tenni, mert ez már nem a édesapám személyiségéről szól, meg a vele született szerénységéről, hanem a szellemi hagyatékáról, és a kapcsolatáról a faluval, a falu közösségével, arra, amit hagyott maga után, tehát ezt meg kell nekünk is értenünk, és neki is, ő is megérteni nyilván. Hálásak vagyunk a kezdeményezésért, és hát büszkék vagyunk rá. Művész úrral volt-e személyes találkozó, hogy tudtak-e beszélni édesapjáról, hogy milyen is volt ő, hogy mi alapján készítse ezt a szobrot? Találkoztunk Varga művész úrral kétszer is, egyszer viszonylag hivatalos formális keretek között, és utána meglátogattuk szűkebb körben, családi körben. Igazából akkor volt lehetőség arra, hogy mélyebben elbeszélgessünk édesapámról, és mondhatom, hogy egy bensőséges viszony jött létre. Hogyha egyetlen gondolatot kellene megfogalmazni, hogy ahogy rápillantunk a szoborra, mi lenne az édesapjának a gondolata? Mi az, ami megfogalmazódna benne? Inkább csak általánosságban tudok beszélni így a kezdeményezésről, tehát nem kifejezetten a műről, hanem egyrészt a szobor állításról, másrészt arról, hogy közterületet neveztek el róla. Ahogy a templomban is elmondtam, nagyon, nagyon szerény ember volt. Tehát nem egy megjátszott szerénység, hanem egy őszinte, szinte visszahúzódó szerénység, tehát távol állt tőle ez a kezdeményezés. Bizonyára zavarba lenne, de azért büszke is lenne rá.
de ahogy elmondtam, sajnos ez már nem az ő személyiségéről szól, hanem a szellemi hagyatékáról. Volt szerencsénk találkozni vele egy interjú kapcsán, valóban igazolom, egy borzasztó szerény, de egy borzasztó nagy tudású emberről beszélünk. Tehát szellemi hagyatékot, óriási szellemi hagyatékot hagyott maga után. Igen, és hogy polgármester asszony elmondta a megemlékezésében, hogy a személye talán inspirálólag is hat itt a közösségen belül. Hogy közéleti személy ilyen hamar, tehát a elhunyta után nem szokott kapni ilyen magas elismerést, hogy köztéri szobrot és közteret neveznek el róla. De ambivalens érzések voltak benne, hogy kicsit túl korai még, de aztán ez a bensőséges ünnepség meggyőzött arról, hogy ennek a közösségnek a szeretete olyan mértékben sugárzott ki itt mindannyiunkra, hogy hálás szívvel elfogadom és ezt a tényt és magát, ha a tény nehéz is tudomásul venni, hogy 4 hónapja nem vagyunk ikertestvérek. Ezek a pillanatok segítenek ezen a fájdalmon át vinni. Ikrekként szoros kapcsolat fűzte őket, önöket pici gyerekkoruk óta. Nem távolodtak el egymástól, szoros volt a kapcsolatuk folyamatosan. Tudtak egymás életéről. Igen, hát gyakorlatilag az iskolától, tehát a gyerekkortól az általános iskolán, a középiskolán egy osztályba jártunk, sőt az egyetemen is együtt jártunk, ahol én ott korán megházasodtam 3. év után, akkor ugye költöztünk ki a kollégiumból, ahol gyakorlatilag 20-22 éves koronkig nagyon-nagyon szoros életkapcsolatban voltunk, és tulajdonképpen az ikerlétnek az egyik ilyen sajátosság, ami most megszűnt, az a felelősségérzet, hogy van egy olyan társad, akivel a sors, az anyamék összehozott, és nem tudsz annyira önálló vagy egoista lenni, hogy ne legyen a minden pillanatban az a tudat, hogy vajon a másik az most mit csinál, vajon nincs-e valami problémája, milyen öröm érte, milyen bánat érte. Úgyhogy ez tulajdonképpen ez az a fő motívum, ami az ikreknél én szerintem más, mint egy nagyobb korkülönbséggel rendelkező család, vagy testvéreknél, vagy egy gyereknél. Ha hazalátogat majd ide, mindenképpen ki fogja hozni az útja? Hát igen, tehát sajnos most ez a környéken már csak a szüleim Kapusszekcső sírja, és hát a János sírja köt, és hát a dombovári kötődésem most a újabb magas elismerés miatt, és hát tulajdonképpen ez a szobor, tehát óhatatlanul, ha elmegyünk, és a szülőházunk, vagy a paplak környéke, ez most megerősödött avval a tudattal, azzal a kohézióval, ami ehhez a szép kis település, ez Kapusszekcsőhöz köt. Mit szólna ehhez János? Onnan föntről mit mondana? Vagy hogyha visszatud, mit mondana erre a szoborra, illetve az, hogy állítottak hát, egy szobrot neki? Hát ahogy ismerem, és ugye sokszor a tudatalattiát, vagy a gondolatát jobban ismertem, mint esetleg távolról a betegségeit, vagy, de azt úgy sokszor ráéreztem, hogy na mit mondana? Hát most valószínűleg azt mondom, nem ám gyerekek, tehát ez mégis túlzás, hogy nem érdemlem meg ezt a nagy elismerést, nem ezért tettem. Tehát körülbelül így fogalmazná meg. Természetesen szívével, azzal a melegséggel és köszönettel, ami mégiscsak hát ehhez a méltósághoz juttatta, hogy egy közösség főterén az ő szobrával találkozhatunk. Haza is kéne már menni, vajon mit fognak szólani? Sötét az ég alja, babám kísérj el haza, megszolgálom én azt valaha. Sötét az ég alja, babám kísérj.
megszolgálom én azt valaha. A mezei kis pacsírta, mind a két szemét kisírta. Sírok én magam is, sír az én galambom is, lehajlik értünk mi az ág is. Sírok én magam is, sír az én galambom is, lehajlik értünk mi az ág is. Na 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 na. Az ág.